Sziasztok! Ma Lego Star Wars magazin! Végre Star Wars klónos figurával ráadásul. 501-es specialista. Fogalmam sincs, hogy az mi volt a klónok háborújában. Na mindegy. Hát így ránézésre egy mesterlövész. Régen láttam a klónok háborúja sorozatot, úgyhogy tényleg nem tudom, bocs. Mi szerepe volt, mi nem. Takonnyal fölragasztva pláne. Így mi. Még kapunk egy aranykártyát is. Méghozzá nem más, mint Jojo. Ja, ugye a Lego Star Wars sorozatba hívták amúgy Yoda. Méghozzá limitált változatú kártya. Nagyszerű. Megy a többi közé, ami el van téve a fiókba. Na de még mielőtt itt nekiállnánk összerakni a figurát. Le kell vakarni a kiló taknyot persze. Megnézzük, mi lesz a következő számban, mit adnak. Óha! Sabine Wren, ugye a lázadókból. Na, az majd jó lesz, mikor jön. Nincs kiírva. Hát ez szomorú. Akkor reménykedjünk, hogy még idén. Illetve nézzük meg a posztereket. De jó! Na végre, egy kedvenc menő arc. Grievous tábornok. Nem tudom, nekem az volt az egyik ilyen kedvencem a Lego Star Wars szériába. A filmben annyira nem volt nagy cucc, de Lego sorozatban jó volt. Ez másik poszter, mi ez? Akkor összecsap Obi-Wan és Anakin. Ez egy egész vagány poszter. Ha tennék ki ilyeneket, akkor tudja, hogy kint lenne. Na! Most, hogy megnéztük a posztert, kövi figurát, jöjjön a lényeg. A specialistát összerakjuk. Na. Egy ilyen egyarcú fejecske. Az összes ilyen klónnak amúgy ilyen tök komor arca van. Nem raknak ilyen vigyorgó klónt bele. Nem lenne poénosabb, de tényleg. Ilyen vigyorogna. Illetve, hogyha klón sapkáját azt nézzük, lesz, van itt ilyen... Nem tudom, mi ez a vigyó. Az valamilyen távcsőszerűség lehet. Na jó, megpróbálom valahogy rátenni, mert... Csak azért se bírom rászenvedni. Na, egyik, ó, zsír, meg is van. Na, ilyen ezt így főhajtva le, és akkor ilyen távcsőszerűség, de így meg tök hülyén néz ki. Napellenző. És ugye a hangtompítós mester stuki. Viszont ez a fegyver, ez jól néz ki, ebből kéne egy-kettő. Na, persze Lego alap nélkül, hát megállt vele így is. Jó van akkor sima asztalon. Hát, egész komoly. Egy oldal azon nem tudja fogni. De úgy meg bele sem megy a kezébe, vagy mi. De, belemegy. Hát, de így meg... Hát igen, tehát tényleg ezek a túl nagyok a fegyverek hozzá. Nem is fér el nagyon mellette. Ugye így kellene. Na. Hát ennyi lett volna ez a specialista. Tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videót. Sziasztok!